Sziasztok! Battai Máté vagyok. Én pedig Tóth Patrik. Következzen majd rövid történet a Business for Me-ben. Ez saját bizniszünk volt. Elmondjuk, hogy hogyan kerestünk 3 kilót egy óra alatt. Nagyon sok kérdés érkezik, hogy jó, rendben, de mivel csináltok ti pénzt igazából? Hát nagyon sok mindent csinálunk, de most egy konkrét esetet elmesélünk nektek. A mai lecke tanulsága az lesz, hogy soha ne feledkezz meg a melléktermékekről. Baromi nagy dollármilliárdos üzletek ezzel, gondolj a faiparra, ahol nem csak a deszkát adod el, hanem a forgácsot. Vagy gondolj a Wilco rockzenekarra, akik dokumentumfilmet forgattak a lemezfelvételről, és majdnem annyi lóvét kerestek a filmmel, mint a zenével. A mi mai történetünk is egy ehhez hasonló sztori lesz. A Vincent Café-re, hogyha rágondoltok, akkor mindenki azt mondaná rögtön, hogy hát persze, adjátok el reklámhelyeket, ebből lehet pénzt csinálni, és akkor majd egyre értékesebb lesz, minél látogatottabb egy oldal, annál értékesebb. Ez már önmagában sem igaz, hisz a márka értéke sokkal fontosabb, mint a látogatottsága. Ahogy Máté is mondta a forgás metaforáját, így mi is rájöttünk arra, hogy mi az a melléktermék, amivel nekünk érdemes foglalkozni. Nagyon sok céggel tárgyalunk, csak télen több mint 100 új üzleti partnerünk volt, és hát nagyon sok céges megkeresés érkezik, hogy ők is szeretnének egy menő médiafelületet, amiben segítenünk kéne, hogy hogyan építsük fel. Így van, ezt a tudást viszont, amit megszereztünk a Vincent Café több mint 2 éves működtetése során, nem hagyjuk kárba veszni, ez egy igen értékes melléktermék. Pontosan ezért kezdtünk el másoknak is üzleti blogokat indítani. Így van, mert a cégeknek is rengeteg kommunikálandó sikerük van, mérföldkövük, amiket meg akarnak osztani a célközönségükkel, és ezeket nem lehet mindig csak a fő oldalon, a .hu-s oldalon tárolni. Nagyon fontos, hogy legyen egy kicsit lazább környezet, egy blog, ahol ezeket meg lehet mutatni. Nem beszélve arról, hogy mi a burkolt PR szakterületéhez értünk a legjobban, mi ebben vagyunk a legjobbak, és ezáltal rengeteg embert érünk el, sokkal költséghatékonyabb egyébként egy ilyen blog létrehozása és fenntartása, mint hogyha ez különböző hirdetési formációkra költöd. Egy időben vissza kellett utasítanunk megkereséseket, mert arra gondoltunk, hogy ez nem passzol bele a Vincent Café szellemiségébe, vagy a portfólión nincsen meg a helye. De aztán rájöttünk, hogy egy igen értékes melléktermék áll a rendelkezésünkre a blogok indításának és sikeres működtetésének képessége, és azóta az ügyfeleinknek is tudunk ebben segíteni. Például ez a hangulatos kis kupac pénz egy ma reggeli blog indításának a... melléktermékre? Nem csak elindítani, hanem működtetni is tudjuk ezeket a médiafelületeket. Ugye hiába hozunk létre egy tökéletes oldalt, azt folyamatosan meg kell tölteni tartalommal, mi ebbe is tudunk segíteni. Hát ez tartalomtól függően durván azt kell mondjam, hogyha 300 az elindítás, mire arcot csinálunk, stb., akkor havonta szerintem egy olyan 200.000 forintból kihozható ennek a működtetése. Nyilván attól függ, hogy mik a megrendelő elvárások, mégis mekkora sajtót szeretne magának, de szerintem egy ilyen starter pakkot igazából mindenkinek érdemes elindítania. Ne feledkezzetek meg a melléktermékekről, és csináljatok ti is egy óra alatt 3 kilót, mint mi! Sziasztok!